Elkezdhetjük? Kezdjük el! Na, sziasztok! Ez egy picit rendhagyó badás lesz. Nem széken ülök, hanem egy párnám, mert másképp nem fér így bele az asztal is a képbe. Hát az a helyzet, hogy ha minden jól megy, akkor jövét ilyenkor már nem leszek itthon. Lesz egy, lesz egy kis kalandunk, azt még nem árulom el, hogy hol és merre. Csak szurkoljatok, hogy legyen, legyen negatív a PCR-tesztem, mert másképp nem fognak beengedni oda, ahova megyünk. Úgyhogy ennek apropóján, hogy kicsit így el, gondoltam, hogy beszélek most már arról, hogy mégis hogy néz ki az a szett, amivel a videókat készítem, ugyanis már kérdeztétek is, hogy erről lehetne egy videó, és akkor gondoltam, hogy itt az ideje, ha már így pakolok éppen össze mindent arra, hogy bemutassam nektek, hogy mégis mik ezek a, mik ezek a cuccok, amikkel készítem nektek a videókat, úgyhogy, úgyhogy igen, kezdjük a kamerával. Hát a kamerát ezt most nem tudom mutatni, csak vágóképeken látjátok majd, ugye mert ezzel készül a felvétel. Szóval a kamera, amivel dolgozom, az egy, hát amivel elkezdtem inkább beszélünk arról, de szerintem az arról már beszéltem, vagy talán csak podcastben az a telefonom volt. Ez egy uh, Samsung Galaxy S10, most már lassan, sőt, igen, most lesz három éves. Ezzel kezdtem el videókat csinálni, ugyanis ezek a telefonok már akkor is bőven alkalmasak voltak arra, hogy az ember ilyen alap dolgokat megcsináljon velük, úgyhogy ha te is éppen uh, YouTube csatorna indításán gondolkozol, akkor nem kell nagyon sok pénzt ebbe belőlni. Ott a telefonod, vegye hozzá egy állványt, és akkor kezd el. Hogyha a téma jó, akkor, akkor az elég mindegy lesz, hogy milyen, milyen technikád van. És akkor amit ö, tavaly áprilisban, nem belefektettem egy kis pénzt, az a, az első komolyabb kamerám volt. Ez egy Sony A6100-as csoda masina. APS-C szenzoros, az azt jelenti, hogy viszonylag kicsi a, maga a kamera, ugyanis ö, nem csak azért jók az APS-C szenzorok, gépek, mert sokkal olcsóbbak, jóval olcsóbbak, mint a full frame-esek, hanem általában kisebbek is. Bár a sony van már olyan full frame szenzoros gépe az A7C, ami kb. ugyanekkora, csak full frame, tehát sokkal, hát nem sokkal, de valamivel jobb tulajdonságokkal rendelkezik, viszont kétszer ennyibe kerül, úgyhogy Szerintem bőven-bőven elég egy ilyen kis aps szenzoros gép, szóval nem kell full frame gép szerintem, ha csak már nem keresel nagyon-nagyon sok pénzt azzal, amit csinálsz. Úgyhogy ez egy APS-C szenzoros gép, ez egy jó kis kompromisszum, kicsike, idézőjelben olcsó, tehát ez egy alsó középkategóriás gép, de hát sokszor szokták azt mondani, akik jobban értenek, ez, ez a, az egész videózás, fotózás dolog az, hogy ne drága vázat vegye, hanem inkább drága objektívet, mert azon több fog múlni. Nagyon megszerettem ezt a kis gépet, idestól már lassan egy éve megvan, kicsit már itt-ott megkopott, kicsit itt-ott megütöttem, de teljesen jól bírja. A legjobb benne, ugye, hogy van kihajtható kijelzője, tehát ez nekem nagyon jó a vlogoláshoz, annyivel a, a gondidézőjelben, mert ez nem olyan nagy gond, hogy a a kamera tetejére rakni kell egy, egy ilyen kis riget, egy ilyen kis uh, kiegészítő, kis váz, rész, vagy nem tudom, hogy lehet ezt magyarul megfogalmazni. Ugyanis, a, hogyha az eredeti vakopapucsba rakom bele, bele a, a mikrofont, akkor a mikrofon kit akarja kihajtott kijelző, de hát ezt könnyen meg lehetett oldani. Hát nem is tudom, tudnék-e negatívumot felhozni. Hát talán annyi, hogy ugye mivel picike a gép, ezért pici az aksi is, szóval nem sokat bír, főleg, hogyha 4K-ban rögzítünk vele de mm, viszonylag olcsón lehet utána nyert a taxikat venni hozzá, tényleg kicsi, alig van súlya, tehát elviszem magaddal hármat, négyet, az a bőven el tudsz kamerázgatni egy darabig, hát még annyit talán, hogy tud 120 fps-t is, tehát ö, tudunk vele szép lassított képeket csinálni, mennyire haladszódik vajon a mosógép, na mindegy, tudunk fel a lassított is készíteni, viszont csak full HD-ban, és látványosan rosszabb minősége van, mint a, mint a 4K-s videóknak, hogy is a 4K-t azt ez a gép 6, k ban veszi föl és visszatömöríti 4K-ban gyakorlatilag, úgyhogy 4K-ban baromi szív, nagyon éles képeket lehet vele csinálni, hát és még annyi a, annyi a ezt hát nem mert negatívumként felrúni, mert ez az árkategóriába ez most nem fér bele a sony nincs benne Szenzor stabilizáció, tehát vagy veszünk hozzá gimbalt, vagy olyan objektívet, amiben van mm, szenzorstabi, viszont ez sose lesz annyira stabil, mint hogyha a vázban is lenne. Erről majd kicsit később. Tehát a gép az, az nagyon király, ez nem tervezem becsülni egy jó darabig, főleg mert nincs rá pénzem, de nagyon meg vagyok fel elégedve. Beszéljünk a mikiről, ami rajta szokott lenni, ez ugye egy Rode Video, Video Micro, ez a becsületes neve ő neki, elég egyszerű cucc, nem kell hozzá külön elem, a, a három és feles jacken kapja a craftot a kamerától, tehát nem kell ki is bekapcsolni, ez pozitív, mert legalább nem felejti el az ember ki meg bekapcsolni. Hogyha, hogyha kint szeretnél videókat csinálni, akkor én ajánlom ez nagyon, volt egy olcsóbb verzió ennekem, az nem, az nem road volt, hanem boja, de magával a mikrofonnal nem volt gond, csak, az anyag használata az jó vagy gyengébb volt, és el is tört ez a kis konzol, ami tartja magát a mikrofont, és azt hát nem lehet utólag venni, legalábbis nem találtam a neten, úgyhogy inkább kicsit több pénzt költsé rá, szerintem ez 20 ezer forint volt, a bolyás az egy tízes volt, de hát 20 ezer forint sem sok, és a hang az nagyon-nagyon fontos a videóknál, legalább annyira fontos, nem fontosabb, mint a kép. Úgyhogy van hozzá egy kis detket, ez a kis szélzajszűrő, és akkor, és akkor szépen, hogyha mész ki, akkor a szélnek a nagy részét ez megfogja, úgyhogy nagyon baba a kis cucc, nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. Aztán van két másik mikrofonom, ugye, hát ezek a, ezek a, ezek kábel rengetegek, ezek, hát ez ugye a leülős videókhoz szoktak jól jönni, ez mind a kettő bolya, ebben nem vettem meg a ródosat, ugyanis volt nekem az első, ami ez, igen, ez már régóta megvan, és tök jó szolgált, nem volt vele semmi gond. Ez ugye, hát annyi, hogy vezetékes, szóval itt lóg össze-vissza, meg mit tudom én, de szerintem egész jó hangminősége van, és nekem eddig egész jól bírta, nagyon nem nyúzom őket, mert nem sűrűn használom, úgyhogy megvolt ez, ebben annyi a negatívum nekem, mondjuk ez csak ilyen user error, ebbe ugye rakni kell elemet, egy pici gomb elemet, hogy működjön, és, és van egy kis kapcsoló rajta, hogy kibe, és egy az, hogy van, hogy elfelejtem bekapcsolni. Mondjuk ezt viszonylag könnyen rájövök, mert a kamerának a kijelzőjén van egy ilyen kis két sáv, ami mutatja, hogy, hogy hogy megy a hang az a másikon elfejtem kikapcsolni, mert ez a kis elemez le tud merülni benne, és most pont ez történt, ugyanis mind a kettő le van merülve, mind a kettőt elfejtettem kikapcsolni. Igazából a különbség annyi, hogy ez egy, egy mikrofonos setup, ebbe pedig le, le kellett volna megint a telefont. Ez pedig ugye interjúkhoz beszélgetésekhez ez jó, mert ebben ebbe ezen két mikrofon van, és akkor úgy megy egy, egy kábelembe a, a jel. Úgyhogy ez a két boja mikrofon, ez van még. Ö, és akkor nagyjából ennyi a hangrögzítés, meg a kamera. Aztán nézzük, hogy mi van a kamerához. Az legújabb szerzeményem, az az a kis gimbal. Ezt, hát már, már nagyon régóta nézegetem, hogy milyen gimbalt lehetne venni. Nem muszáj, tudom, főleg, hogy plusz súly, meg plusz cucc, amit cipelni kell, plusz nyűg, viszont nagyon-nagyon sokat tud hozzátenni a videókhoz. Ezt még nem használtam élesen videókban, úgyhogy most fogom majd először ezt ö, élesben ö, kipróbálni, hogyha megyek majd jövő héten el. Nagyon-nagyon jónak tűnik, árérték arányban is elég verhetetlen ö, kis cucc. Erről lehet, hogy majd lesz később egy egész videó, hogyha lesz egy kis tapasztalatom arról, hogy, ö, hogy mégis hogy működik. Úgyhogy ez, a, ez az új gimballom. Hát ö, valószínűleg olyan túrákra, ahol, ö, ahol több napos lesz, lehet nem fogom magammal vinni, mert Hát, de egyébként meg, egyébként meg tényleg ahhoz képest, hogy milyen erős, ahhoz képest nagyon-nagyon kicsi. Igen, tehát a kamera része az megvan, aztán nézzük a drón. Jön -e még a kamerához ezt a, kis, ezt a kis klipet is nézzük még hozzá. Ez ugye arra szolgál, hogy fel tudjam rögzíteni a hátizsákomnak a vápántjára, vagy a derekamra a kamerát. Van hozzá egy ilyen kis plate, amit alulra kell fölcsavarni a kamerába, és akkor ez, ez megy bele gyakorlatilag ebbe a másik cuccba valahogy. De én most nem rakom bele. Ez nem a... Melyik az a drágább verziója? ez nem a peak designos dolog, mert én nem vagyok hajlandó olyan sok pénzt ilyesmire rákölteni. Úgyhogy ez egy, ez egy AliExpress-es AliExpress verziója, ezt egy nézőtől kaptam, nagyon-nagyon aranyos volt, ő nem használta és nekem adta. Tökéletesen működik nekem, semmi gondom nem volt eddig vele. Valószínűleg biztos, hogy nehezebb, mint a peak designos verzió, viszont ugye nézem, hogy mennyibe kerül a peak design, és ez 32 forintba kerül, ez meg AliExpress-től szerintem 5 körülbelül, Úgyhogy én ezt használom már ides tova majdnem egy éve, és tök jó. Aztán drón. A drónomról sem beszéltem még talán, hát a podcastben biztos, hogy már domáltunk róla, a, csak nem tudom már melyik részben. Ja, nem először még, a, először még az objektívekről beszélünk, ugyanis két objektívet használok a videózáskor. Van a gépnek a kit objektíve, ami egy 16-50-es 16. gyújtótávolságú kit objektív, az f értéke az 3,5-nél indul, és akkor 5,6 a vége. Ezt én igazából azért szeretem, mert kicsike. <laughs> mert hát ugye, amikor 50 mm-en vagyunk fel, akkor már nagyon kicsi a, a fényereje, nem biztos a sötétben, vagyis hát ilyen kevésbé jó látás viszonyok között ez, 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 király. Viszont ugye főként ugye amikor magamat veszem, akkor nagy látószöggel vagyok, az nagyon jó, aztán hogyha vágóképeket csinálok, akkor azt próbálom kicsit nagyobb gyújtótávolságon készíteni, hogyha olyan a vágókép. nem ez a legjobb objektív a világon, de viszont szerintem ilyen felhasználásra tökéletes és nagyon-nagyon kicsi. gondolkoztam rá, hogy majd venni kéne valami komolyabbat, de inkább, inkább befektettem most egy gimbaba a pénzt, mint hogy vegyek egy más másik objektívet, mert úgy ez ami most egyelőre még nincs rá szükségem. Van egy másik objektív, amivel most veszem a videót, az pedig egy más dolog. Ugye ebben a kitöbetében van ugye szenzor, vagy van benne OSS, tehát stabilizáció, tehát ezzel tudok mászkálni. Ami most rajta van a gépen, az annyira nem, ugyanis az egy, az egy teljesen manuális fix gyújtótávolságú objektív, most aki, ezt, aki ez nem érdekli, az majd kattintson át az idő bélyegeknél a drón részre, mert az ez a következő, mert most nem mindenkit érdekel lehet, hogy milyen gyújtótávolság, meg milyen, mit tudom én. Szóval azért vettem meg ezt a, az obit, ami most a gépen van, ez egy TT Artisan Objektív egyébként, 35 mm-es a gyújtótávolsága. Azért vettem meg, mert ez egy F14-es, tehát F14-től indul, tehát sokkal nagyobb a fényereje, és ezzel ugye egyből következik az is, hogy más a na, a depth of field, a mélységélessége, élessége. Tehát ezt azért vettem, hogy ha podcastezünk, akkor egy jobban kinéző kép legyen gyakorlatilag, ugyanis egy picit el tudja itt mostni mögöttem a hátteret, mi meg ugye élesek vagyunk, és ezt nagyon szépen teljesíti a cucc, és azóta egyébként használom odakinti videózásoknál is, amikor ugye lerakom és állványa használom, mert hát ugye ennek az a gondja, hogy manuálisan kell beállítani a fókuszt, nincs rajta autofókusz, nincs benne stabilizátor, szóval ez olyan az akkori, hogyha lerakja az ember egy állványra, beállítja, leül egy pontra, és akkor onnan beszél. Majd valószínűleg képekhez is lehet, hogy fogom tudni használni, ugyanis most már itt van a gimbal hozzá, de ez inkább az az állványon, állványon ülős objektív. Úgyhogy ezt a két obit használom most jelenleg, egyelőre nem tervezek másikat venni, persze jó lenne, mert valami jó objektíveket lehet venni, csak hát az összes, a világ összes pénzét el lehet rá költeni, és ez a kit ez nekem most, ez most úgy néz ki, hogy bevált. Igen, a következő ugye a drón. A drón az, az már egy régi cimbora, tudsz, több mint két éve megvan, ez egy DJI Mavic Mini, ez az első széria, nem tud 4 k csak 2,7-et, ezzel nekem nincsen gondom, nem olyan vészes ez, van hozzá, ezt majd, hát megpróbálom megkeresni nektek, egyébként mindent berakok majd, megpróbálok berakni alulra a linkeit, a, linkjeit a cuccoknak, van hozzá egy ilyen kis utólag vásárolt kis gumi cucc, amivel összeleti fogni a propellerjeit, ez egy, ez a teljesen jó drón, főleg azért, mert 250 gram, nagyon-nagyon ultralight, nagyon-nagyon könnyű, és nem tudom, mit lehet róla mondani. Működik. <laughs> Működik. Van ugye egy kontroller hozzá, ez azért jobb szerintem, mint ennek a kettes verziója, verziója, ugyanis ennek van már egy kettes verziója is, annak viszont ilyen baromi nagy távirányítója van, kb. ekkora. Ennek ennek viszont elég picike, annyi, hogy azzal messzebb lehet repülni, de hát én én nem szoktam vele annyira, annyira nagy távokra elrepülni, úgyhogy ez tökéletesen működik nekem, lakott területen kívül, mert ugye annyivel a, a gond, hogy wifi-s a, a jeladója, szóval ha wifi jelek vannak a közelben, akkor, akkor gyorsan elveszte a jelet, de hát én kint szoktam az erdőben, meg a hegyekben videózni vele, drónozni, úgyhogy ez tökéletesen megfelel. Ö, egyszer már szanaszét törtem, úgyhogy egyszer volt már szervizben szegény, Úgyhogy nagyon óvatosan kell ezekkel bánni, még hogyha úgy is érzed, hogy már tudod kezelni. Nem. <laughs> nem, 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 nem tudod, nem tudod, kicsit vegyél vissza, és gyakorolj még többet, mert úgy jársz, mint én. Úgyhogy a Mavic Mini az szolgál azóta is, és remélem szolgálni fog még egy jó darabig. Remélem nem fog messze törni most már. Van hozzá egy ilyen kis doboz is egyébként, ami bele lehet így szépen rakni szisztematikusan a dolgait, itt vannak egyébként a... Plusz szakszik hozzá, csak ezt nem szoktam szinte soha magammal vinni, mert hát csak akkor, hogy ide megyek a közelbe, vagy autóval megyek, vagy mit tudom én, mert hát ez elég nagy plusz súly, meg méret. Úgyhogy ez a, ez a Mavic Mini. Mi van még? Itt van a, a gép, amiben szoktam vágni a videókat, ez egy M1-es MacBook Air, ezt is nemrég vettem, már nagyon kellett valami jó kis gép, hogy tudjak normálisan 4 k anyagokat vágni úgyhogy ez erre tökéletesen megfelel. Árérték arányban kb. a legjobb, nem is véletlen, hogy elég sokan használják ezt a kis gépet. Ilyen uh, hobbi videóvágásra, komolyabb munkákra persze nem alkalmas, de hát én nem csinálok fel komolyabb munkákat. Mm. Nézzétek meg a neten, vannak róla videók, hogy miért ez a, ez a legjobb árérték arányú gép szerintem most így a, így a piacon. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok most vele. Van egy fülesem, amivel vágom a videókat, ez egy Sony Hú, nem tudom, mit Sony WH-CH700N-es füles, ez egy Bluetooth-os füles egyébként, viszont az a jó benne, hogy van rajta jack csatlakozó is, szóval be tudom dugni a, a gépbe, mert ugye, hogyha bluetooth t használnám, akkor elég nagy a, a delay, a, a hangnak a késése, és az videóvágáskor nagyon-nagyon nem jó, úgyhogy be tudom szépen dugni jack csatlakozóval a gépbe, egyébként a bluetooth is pff, nagyon sokat bír nem tudom, hetente szoktam feltölteni, úgyhogy minden nap használom egy jó pár órát. Ez nagyon-nagyon jó kis cucc. Hát ez már lehet, nem nincs a piacon, mert ezt már vagy három éve vettem, vagy lehet, hogy négy, vagy ki tudja már, de valami hasonló biztos, hogy van, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon szeretem. Ö, mi van még? Van, van külső aksi, van egy varta külső aksi, ez egy 10.000 órás varta külső aksi, ugye? Uh, aha, az a jó benne, hogy uh, műanyagból van, uh, tehát uh, hát a borítása. Volt egy Xiaomi külső aksim, de az fémből volt, és sokkal nehezebb volt. Úgyhogy ez, meg ez kisebb is, úgyhogy ez nagyon király. 10.000 millió óra nekem elég szokott lenni mindig. Uh, mi van még itt az asztalon? Mm, hát ugye vannak izé, vannak külső vinyók, amikre ugye rakom az a, 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 a meg a kész cuccokat. Mm, van, <laughs> vannak átalakítok, mert tehát ugye megbuk, Nincs benne kártyolvasó, hogy van hozzá egy ilyen kis kártyolvasóm is. Szerintem kb. ennyi. Ja, ennyi. Ennyi. Kb. ezekkel a dolgokkal készítem most a videóimat. Ha van valami kérdés, akkor írjátok be alulra a kommentbe, megpróbálok válaszolni, csak légy ne kérdezzetek további videókban arról, hogy milyen drónt használok, meg milyen kamerát, meg milyen objektívet, mert mindig beszoktam rakni a videók leírásába egyébként alulra, és akkor ott, ott meg lehet nézni meg azért is csináltam ezt a videót, hogy akkor mindenki így lássa, hogy, hogy mégis mi a téma. Úgyhogy, na héten lehet, hogy nem lesz több videó, nem tudom még, szerintem többet nem fog felvenni, mert most ugye készülődés van, és ha minden jól megy, akkor jövő hét hétfő már ö, valahol külföldön leszek, csak engedjenek be, <laughs> engedjenek be, nagyon bízunk a, a PCR teszben, és ha minden jól megy, akkor, akkor jövő hét kettő, jövő hét kettő napi videók lesznek, ugyanis egy hétig leszek oda, és úgy tervezem, hogy minden nap készítek a videót, és akkor meg is vágom. Úgyhogy most nagyon sok kérdőjel van, de remélhetőleg az lesz, hogy jövő hét kedden, hogy ránéztek a csatornára, akkor ott lesz az első videó, és, és utána minden, utána egy héten keresztül minden nap lesz egy. Kicsit be vagyok parázom. Ja, de ennyi, ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek, és akkor találkozunk. Jövő hét kedden valahonnan, valahonnan, máshonnan. Ja, és a podcast hát, nézzetek, mert podcast az minden héten van. Most is jön Laci nem sokára, úgyhogy lesz podcast-adás. Tudjátok, puszta podcast, jobb felső sarok, felső sarok itt. Na, Csolyó!